Tegnap reggel téli üzemmódra váltott a Magyar Közút Bács-Iskun megyében is. A télies időjárás beálltával 0-tól 24 óráig 12 órás váltott műszakokban dolgoznak a szakemberek a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán koordinációján. A tegnap délelőtt tartott megyei télindító sajtóeseményen a közlekedők számára is hasznos tanácsokat, információkat osztottak meg. Dr. Stana Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Bács-Kiskun megyei igazgatója elmondta, amennyiben életbe lép a négyes, vagyis a legmagasabb fokozat a havazás miatt, mindenkinek türelmesnek kell lennie. Bár a valamennyi gépünk, az összes gépünk kint lesz, és folyamatosan járja a szakaszát, nyilván azonnali megoldást nem lehet, meg kell várnunk, amíg az időjárás is kedvezőbbre fordul, és akkor tudjuk befejezni a hóártakarítást. Tehát azt mindenki tapasztalja otthon, ha a saját járdáját takarítja, esik a hó, lesöprik, kinéz ablakon, fél óra múlva megint fehér a járdája. Tehát mi is ott leszünk folyamatosan, de egy szakaszon még végigmennek az autóink, az pár óra. Az alatt ugyanolyan fehér burkolat keletkezhet, tehát valaki kinéz az ablakból, pont azt látja, már megint fehér, de nem azért, mert nem dolgoztunk, hanem azért, mert ha esik, szakad a hó folyamatosan, akkor csodát tenni nem tudunk. Mivel minden gépnek megvan az útvonala, ki van szabva mindegyik járműnek a megfelelő mennyiségű sótartalom, ezért mindegyik autó saját területén kell elvégezze a munkát. Nálunk 7 órakor van a váltás. Ez azt jelenti, hogy 7 óra előtt már minden gépünk elvégzi a saját munkáját, megtankol, beír a mérnökségre és leadja a következő váltásnak az ő eszközét. Ami azt jelenti, hogy egy átlagos ilyen hajnalban várható síkossághoz hajnalian mondjuk 1-2-3 óra környékén indulnak ki a gépeink, és célszerűen 6 órakor már vissza is érnek, hogy minden szépen az átadás folyamatát be tudják fejezni. Tehát az úton közlekedők nagy többsége, aki megy mondjuk fél hét, 7 óra felé munkába, ő azért nem találkozik vele, mert addig a gépeink már elvégezték a munkát, és vissza is értek a telepre. Na most ez egy átlagos helyzet, amit most mondtam. Ha időjárás kívánja, akkor nyilván ezt borítjuk, és visszaérnek 6-kor, már mennek ki újra, és folyamatosan végezzük a munkát. Dr. Stana Zoltán azt a kérdést is felvetette, amely a legtöbbször megfogalmazódik a közlekedők fejében, miszerint feketék és szárazak lesznek-e az utak télen. Nyilván azon vagyunk, összes emberünk, gépünk azon dolgozik, hogy ez így legyen, vagy minél hamarabb így legyen, de hát azért lesznek olyan időszakok, amikor ezt nem lehet azonnal teljesíteni. Tehát amíg esik a hó, pláne hogyha komolyabb mennyiségben, vagy visszafújja a burkolat széléről a havat a szél, akkor ott addig közvetlenül fekete burkolatokat nem fogunk tudni elérni. Elég belegondolni abba, itt a harmadik pontban van ez kifejtve, hogy ugye 34 plusz 4, tehát 38 géppel osztottuk fel a 2200 kilométeres úthálózatot. Ha ezteket visszaosztjuk, az azt mutatja nálunk a megyei szinten, de ez nyilván minden megyében kicsit ettől eltér, de nagyjából hasonló lehet, hogy egy gépnek 58 kilométeres útszakaszt kell tisztán tartania. Tehát ha belegondolnak abba, hogy kimegy a kezdő szakaszára az eszköz, ott már eltelik egy fél óra mondjuk, utána nyilván csökkentett sebességgel, ha havat kell tolni, akkor még inkább kisebb sebességgel végigmegy a szakaszán, aztán visszamegy a telepre, mondjuk újra tölteni a sót. Tehát ez egy több órás tevékenység. Az alatt, ha visszafújta a szél a havat, vagy annyira szakad a hó, ismét megint fehér és havas lesz a burkolat. Tehát folyamatosan, bár dolgozunk, folyamatosan fekete burkolatot ilyen körülmények között nem lehet biztosítani. Dr. Stana Zoltán elmondta, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az útinform.hu oldalon a várható időjárási viszonyokról és útakadályokról. Töltsék fel az ablakmosó tartályt, ellenőrizzék az ablaktörlő állapotát, valamint a világítást és az aksit is. Tele üzemanyag tartállyal induljanak útnak, illetve töltsék fel a telefonokat is. Továbbá legyen nálunk mobiltöltő, vontatókötél, indítókábel, hólánc, jégkaparó, jégoldóspré, hókotró, kefe és kis hólapát is. A szakértő arra kéri az embereket, hogy ha bármilyen probléma merül fel, akkor hívják a Magyar Közút megyei diszpécserét a 0676 480 630-as vagy a 0676 819 361-es telefonszámon.